Köszöntöm a hallgatókat, a farkasverem, mai vendége, mai műsorunk vendége Veszprémi László Bernát történész, és a könyv pedig, amiről beszélgetünk, nyilván az ő könyve, saját könyve, Kápók a múlt fogságában. Náci koncentrációs táborok, magyar zsidó funkcionáriusai a népbíróság előtt. Tulajdonképpen egy kellő veszélyérzettel ellátott történész vagy riporter itt köszön el. És azt mondja, hogy hát nagyon érdekes, nagyon szép, majd holnap visszatérünk rá. Mert hát ez egy nagyon meleg ügy, tehát nagyon forró a pite, mert egy olyan korszakról és olyan szereplőkről szól, akiket egyébként más konstellációkban szoktunk megidézni. A zsidók azok áldozatai szoktak, a zsidók áldozatként szoktak szerepelni ezekbe a történetekbe, és nem pedig kollaboránsokként. Na most mi volt az a különös, mondjuk így, talán csak kevés cinizmussal halált megvető bátorság, amit téged arra késztetett, hogy neki megírni megérni azt a könyvet? Köszönöm szépen a kérdést. Hát valóban ugye a kápók az egy, az egy ellentmondásos téma, kevéssé feldolgozott téma, egyébként nemzetközileg is, tehát itt a hogyha a nemzetközi szakirodalmat nézi, az ember az utóbbi években jelent meg egy-két könyv, például Izraelben a Kápók ügyéről, amelyik, amely könyvek ugye hát meghaladták azt a emlékiratokban megjelenő teljességgel elítélő hangnemet, és egy, egy picit megpróbálták objektíven némi empátiával kezelni a kérdést. Hát idehaza azt kell mondanom, hogy amellett, hogy azért megjelent néhány cikk tanulmány egyes kápokról, vagy más kollaborációval vádolt zsidókról, tehát itt mondjuk Spittmária, vagy Pelle János munkáit lehetne említeni, azért összességében ez egy feldolgozatlan téma volt. Tudj, miért éreztem úgy, hogy ez fontos? Egyszerűen éreztem egy szakirodalmi hiányt, tehát beszéltünk a kápókról, beszélünk róluk, megjelenének filmekben, regényekben, benne vannak a sorstalanságban, a Saulfia című film, hát bizonyos értelemben ugye egy kápóról szól, dobálóznak az emberek a közéletben ezzel a kifejezéssel. Van néhány ilyen kifejezés, amit nagyon szeret a közélet, mint mondjuk a keretlegény, vagy a, vagy a házmester, és akkor egy másik ilyen a kápó. És engem alapvetően érdekelt, hogy akkor voltak éppen kik voltak a kápók, mit lehet róluk tudni. Ugye van egy most már magyarul, magyarra is lefordított izraeli könyv a kápóperekről Izraelben, és engem nagyon izgatott, hogy Magyarországon is voltak vajon kápóperek? Hogyha voltak, akkor miért nem beszélünk róluk? Kik voltak egyáltalán ezek az emberek? Tehát úgy éreztem, hogy ezt a könyvet ezt akkor is meg kell írni, hogyha egy ellentmondásos téma. Na most a saját kérdésedre mi a válasz? Hogy voltak-e kápók, és hogy milyen? eljárás alá estek. A megítélést nem is mondom, mert hát a megítélés az humanitárius alapon egyértelműen rossz kell, hogy legyen, vagy nem. Hát ugye azt én is nem szeretném vitatni, hogy, hogy természetesen voltak kápók, voltak köztük magyar zsidó kápók is, és sokszor ezek a kápók sajnos borzasztó dolgokat követtek el a koncentrációs táborokban, haláltáborokban tudjuk, hogy megvertek embereket, megerőszakoltak embereket, néha meg is gyilkoltak embereket, ez a források tükrében egyértelmű külföldi példákat is lehet itt idézni, tehát ez nyilván nem csak a magyar rabokat jellemezte. Most ugye az első kérdés, mivel rögtön szembesül a történész, hogy mi alapján lehet megírni egy ilyen könyvet. Nyilván vannak visszaemlékezések, de a visszaemlékezések nagyon szubjektívek, sokszor sértettek, elítélő hangneműek, tehát nem lehet belőlük, nem lehet csak azokból dolgozni, mert az ember nem kapna egy kiegyensúlyozott és objektív képet. A jegyzőkönyvek is ilyenek? Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy a koncentrációs táborból milyen iratanyag maradt meg. Ja, néhány magyar kápónak megtaláltam a nevét például a, a fogoly könyvben, vagy fogoly könyvben, tehát néhány ilyen nyúlfartnyi jegyzetet találtam a táborokból. Ugye a táboroknak manapság vannak múzeumai, archívumai, néhány dokumentumot beszereztem, de hát ez is hát egy oldalt se lehetne teleírni ezzel. Tehát akkor milyen anyaghoz lehet fordulni? Hát a népírósági pereknek és népügyészségi eljárásoknak az anyagához fordultam. Több mint 20 kápópert találtam, ezekből írtam meg a könyvet, de egyébként mióta lezártam a könyvet az Találtam még kápókat, tehát nyilván lehetne bővíteni a kutatást. Azt nem mondom, hogy a végtelenségig, de azért biztos vagyok benne, hogy a vidéki levéltárakban még bujkálnak kápóperek. És hát ezek alapján próbáltam megnézni, hogy mi történt a táborokban. Na a... most a népbírósági perekről sokan mondják, hogy nem voltak elfogulatlanok. Hát koncepciós perek, ha úgy tetszik. Hát ugye a népbírósági perek szükségszerűen politikai perek voltak, mert a politikai pártok delegálták a Bírókat, akik nem voltak elsőfokon jogvégzett emberek, hanem ezek pártfunkcionáriusok voltak. A tanácsvezető bíró jogvégzett ember volt, de ő ugye csak jogilag segített, kisegítette a, a, a tanácsot, a tanács döntött. És hát ezt is pontosan tudjuk visszaemlékezésekből, de primeriratok is maradtak erről, hogy a fontos ügyekben a pártok megmondták, hogy hogyan kell ítélkezni. Elég Tehát, elborzasztóan hangzik. Hát ez szerintem pontosan úgy hangzik, mint amilyen volt, hát, és akkor arról ne is beszéljünk, hogy hát a közönséget ugye törvényileg tilos volt kizárni. Ezek a perekről, és hát azért maradt néhány olyan jegyzőkönyv és visszaemlékezés, amelyek hát, hát elég hajmeresztő jeleneteket írnak le. Az ügyész úszítja a tömeget, a védőt megverik, megfélemlítik a vádlottat, megverik, leköpdösik, nem engedik, hogy a védő elmondja a védőbeszédét, tehát sokszor sajnos ilyen jelenetek játszottak le a népíróságon. De nagyon örülök, hogy ez a kérdés felmerült, mert azzal kellett szembesülnöm. Én azt képzeltem, hogy ha majd elolvasom ezt a több ezer oldalni periratot, akkor majd megtudom, hogy mi történt Auschwitzban, vagy megtudom, hogy mi történt Bergenben vagy Kauferingben, vagy a tehát hogy megtudom, hogy mit csinált a kápó. Hát végül nem ezt tudtam meg, hanem azt tudtam meg, hogy mi zajlott le az András út a vallatás során, és hogy mi zajlott le a bírósági tárgyaláson. Tehát a források nem Auschwitzba röpítik el a kutatót, hanem a bírósági tárgyalásra röpítik el a kutatót. Azzal kellett szembesülnöm, a vádlottak hiába voltak zsidók, hiába voltak holokauszt túlélők, hiába veszítették el a családjukat, hiába nyomorodtak meg a táborban, hiába szenvedtek ők is betegségtől, fagytól, éhezéstől, verték meg esetleg őket is, ez, ez, semmilyen szinten nem tette a kommunista politikai rendőrséget megértővé az ő irányúba. Sőt, egyébként azzal is szembesülnöm kellett, hogy sokszor még elfogultabbá tette a rendőrséget, mert úgy tekintettek ezekre az emberekre, mint árulókra, mint, mint aljas kollaboránsokra, és hát arra is utalnom kell, hogy hogy ugye olyan pereket is találtam, például Framed Adolf Kápónak a perét, ahol kiderül, hogy az ügyében eljáró politikai nyomozó nem csak, hogy maga is holokauszt túlélő volt, de egyenesen annak a tábornak volt a túlélője, ahonnan a Kápó is jött. Gondolom, tele És ismerték, ismerte, ismerték egymást, volt köztük konfliktus. De hát egy másik pert is lehetne idézni, hát volt egy székesfehérvári Kápónő, ahol a koronatanú, hölgyről, a vád tanuljáról kiderült, hogy a férje az eljáró AVH-s nyomozó. Tehát itt ilyen egészen elképesztő személyi összefonódásokkal lehetett találkozni ezekben a perekben. Én nem mondom azt, hogy minden per kon... kápó per koncepciós per volt, de nem mondom azt, hogy ezek az emberek amblok áldozatok, ártatlanok. Nyilván az, hogy kápó az már valamifajta ilyen köztes szürke zónába helyezi őket, tehát valahol az elkövető és az áldozat között, de hát azért azt is érdemes rögtön rögzíteni, hogy azért tettem a címbe azt, hogy a népbíróság előtt azért, azért nem az a címe egyszerűen, hogy magyar kápók mert nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy itt egy kiépülő totalitárius kommunista diktatúrának a hát idézőjelben igazságszolgáltatása, hát inkább ítéletszolgáltatása ennek a rendszerében zajlottak le a kápóperek, tehát itt, itt, voltak olyan torzulások, olyan koncepciós mozzanatok, vagy egyenesen koncepciós perek, hát nem is beszélve a pereket kísérő, borzasztó sajtóhajszáról, amelyek hát minimum kérdéseket vetnek fel az eljárásokkal kapcsolatban. Na most persze, igen, de hát végül is mondhatjuk azt, hogy akik ott a bíróság előtt álltak, nagy részük az ember volt. Hát ez a gazember, nem gazember, ahol hát minél több népírósági pert olvasok el, és hát most már ugye egészen biztosan mondhatom, hogy már ugye több mint 700 népírósági pert elolvastam már életemben, fővárosi és vidéki levéltárakban. Nem nyomaszt, ne harag, ugye ezt kérdezem. Hát bizonyos értelemben persze nyomasztó, másrészt pedig elképesztően fontos. Tehát az, hogy mit gondolunk a második világháború történetéről, egyre inkább azt gondolom, hogy nagyon Erősen a népbíróságok határozzák meg. Tehát a népbíróság lehetett volna egy katartikus élményt nyújtó intézmény. Közösen meg lehetett volna beszélni, az, hogy ki a tettes, ki az áldozat, mi történt, le lehetett volna folytatni lehetőleg objektív büntetőeljárásokat. De egy olyan országban, ahol itt volt a megszálló szovjet hadsereg, egy olyan országban, ahol a politikai rendőrséget szorosan a kezében tartotta a kommunista párt, egy olyan országban, ahol ne legyen illúziónk, hát lényegében már 45-től kezdve a 呃。Uh Egy teljességgel egyértelműen a kommunista diktatúra irányába haladtak a dolgok. Tehát egy így, olyan országban, ahol lámpavasra akasztottak az utcán, a körúton. Igen, ugye ez is volt, hát ugye ez a rotis szívós per. Voltak éppen ez még nem népírósági per, mert akkor még ugye nem volt meg a népbírósági törvény, de hát, hát ugye ezeket az eseteket is lehet idézni. Egyébként hát az is egy egészen megtöbbentő történet, tehát az ember végig olvas azokat a jegyzőkönyveket, hát de mindegy bele sem megyek. Tehát egy ilyen országban sajnos nem volt lehetőség, lehetőség arra, hogy a szükséges történelmi szerepét a betöltesse egy népíróság. Sajnos folyamatosan bukkan rá az ember a különböző jogsértésekre, koncepciós eljárásokra, egyértelmű koncepciós perekre. De hát sajnos még egy olyan esetben is, ahol egyébként egyértelműen bűnösnek tűnik a vádlott, tehát azt gondolná az ember, hogy, hogy igazán nem lehet elrontani, hát még ott is olyan dolgok történtek, hogy nem hallgatták meg a vádtanúit, nem engedték, hogy a védő elmondja a védőbeszédet, nem engedték, hogy, hogy a hatóság jelenléte nélkül a vádlott a védőjével. Tehát hiába egyértelmű, primer dokumentumok tükrében egyértelműen bűnös a vádlott, olyan jogsértések történtek, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy úgy hivatkozzon rá az ember, mint, mint a bűnösöknek a jogos bűnhődésére. jogi problémák voltak ezek Határozott eljárásjogi problémák, és akkor ez csak a jég egy csúcsa, tehát az, hogy most egy, egy fontos felfolyamodást, semmiségi panaszt nem tárgyal a népbíróság, elutasít, jó, hát most erre lehet azt mondani, hogy ilyen különböző jogi szörszál hasogatás. Ezek nagyon fontos dolgok, de hát most nyilván nehéz, nehéz lenne erre azt mondani, hogy, hogy magában ez koncepciósá tesz egy per, de hát most nézzük csak a kápópereket, hogy visszakanyarodjak a kápóperekre. Hát olyan, olyan egyértelmű jogsértésekről, lehet, vagy hát koncepciós mozzanatokról kell itt beszélni, amelyek egyértelművé teszik, hogy itt felsőbb politikai akaratra történtek a dolgok. Hát hadd idézzek két példát. Az 1948-es évben több kápóper is volt, amelyeket egyébként szalak címen hirdetett meg a szabad nép, vezércikkekben írták le, hogy itt a, itt a talpnyaló zsidó kollaboránsokat végre megbüntetik, tehát teljeséggel egyértelmű, hogy itt felsőbb akaratra történtek a dolgok. Az egyenlőség jegyében büntették hát meg Azért, őket. hogy mindenki tudja, hogy, hogy bárki lehet fasiszta, ezt leírták a cikkekben, hogy senki se képzelje azt, hogy az, hogy valaki zsidó vagy holokausztúlélő, élő, az bármifajta menlevelet vagy felmentést jelent neki. Itt már, ha úgy tetszik, megágyazták a hangulatot az olyan pereknek, mint a rajkper, hogy az emberek azt érezhessék, hogy tényleg bárkiről kiderülhet, hogy a gestapó kémia volt, vagy, vagy fasiszta volt végig titokban. De hát, hogy most két konkrét perről idézek, hát itt van I Ickovics Klára auschwitz kápónak, vagy hát ilyen szobaszolgálatos lánynak a pere, ahol első és másodfokon is jogerősen elítélik őt börtönbüntetése, és aztán a harmadik eljárásban, a perújra felvételi szakaszban derül ki, hogy a, voltak éppen a tanúk nem is rávallottak, hanem egy Aliz nevű kápóra. Összekeverték a két embert. És egyébként az a megdöbbentő, hogy a szerencsétlen lány végig ezzel érvel, hogy ő nem az a személy, akire vallanak. Több Ickovics is volt Auschwitzban, gyakori név volt felvidéken, nem volt kápó, nem csinált semmit, és csak a a harmadik eljárásban sikerült végre bebizonyítani, hogy, hogy teljessé. De és hát ugye senki se kárpótolja őt az előzetesben leült évekért. Hát Borzasztó ez egy, ez, egy, ez, egy, megdöbbentő történet, és hát nagyon érdemes utalni arra is, hogy egyébként a hölgy a beadványaiban összekötötte a náci és a kommunista üldöztetést, tehát az, az, ő fejében ez úgymond mond, Hát ő lényegében letartóztatásban tört. Ez ugye felvidéki hölgy volt, tehát a szlovákiai deportálások során deportálták már a magyarországi előtt, tehát ő itt hosszú éveket töltött a szabadságától megfosztva, és hát ez egy, -egy, egy egyértelmű borzasztó jogsértés volt, egyértelműen felülről diktált per volt, látszik, hogy az újságok hozzáfértek a nyomozati anyaghoz, tehát az AVH-n tett vallomásokból idéztek az újságokban, tehát itt, itt, itt egyértelmű összefonódások voltak a sajtó és a, és a, hatóságok között. Tehát ugye másik 48-as kápópert idézek, hát itt van Weiss Vilmos ébenzéi kápónak az esete, akinek hát a tárgyalásán szint úgy egészen hajmeresztő jelenetek játszottak le. Gyorsan hozzáteszem, hogy egyébként egyértelmű, hogy a Weiss Vilmos valóban megvert embereket kápóként, tehát nem kell őt ártatlanként kezelni, de hogy azért érdemes utalni rá, hogy a tárgyalásán ugye felállt a vádnak a két tanúja, a két lengyel hát azt állították magukról, hogy lengyel zsidók, németül tettek vallomást, terhelő vallomást tettek a vádlottal szemben, és utána felállt a soros népügyész, az Alexander Ödön, ki egyébként maga is holokauszt túlélő volt, és azt mondta, hogy az előző napon a vád két tanúja még náram járt, mint soros népügyésznél, és akkor még azt mondták, hogy semmit sem tudnak az ügyről. Borzasztó. egészen hajmeresztő történet, és aztán és az is... Az... Bocsánat, hogy közelvágok, és mindezt tulajdonképpen a Bitó árnyékában már azért ott komoly ítéletek születtek. Voltak olyan kápok, akire halálbüntetést kértek, és hát valóban egyébként olyan is volt, aki ugye halálbüntetést is kapott, csak aztán felmentette. Tehát kegyelmet adott neki Tildi Zoltán köztársasági elnök. De valóban, hát itt ugye nagyon súlyos büntetések röpkedtek. És akkor hogy visszatérjek ugye erre a Weiss esetre. Ugye itt a tanúk elmondták, miután megkérdezte tőlük a népbíróság, hogy hát itt mi történt, hogy hallgatóságban jelen volt két Úri ember, akik felbérelték őket egy kávézóban, hogy tegyenek a hamis tanúvallomást. Nagyon érdekes egyébként, hogy a tárgyalóteremben jelenlévő két fel felbérlőt, de velük szemben nem indult eljárás. Nem derül ki, hogy kicsodák. Tehát úgy néz ki, hogy a négy bírósági eljárások úgy zajlottak, hogy itt a kávézókban emberek hamis tanúkat verbúváltak, akik aztán bementek a bizonyos tárgyalásokra, és ott hamis tanúvallomást tettek. Deduktív Ugye... eljárások voltak. Fejben megvolt már az ítélet, hogy bűnös és az konstruáltak dolgokat. Persze ezt hívják mondjuk koncepciós per. Ez egyértelműen koncepciós per volt, ugye itt éppenséggel volt egy tisztességes népügyész, aki lepuktatta ezeket a tanúkat, és nem volt hajlandó ezt tolerálni, nem is véletlen egyébként, hogy aztán később a népügyész kivándorolt Izraelbe, tehát egy pontotú nem adta a nevét ezekhez az eljárásokhoz. Tehát egyébként ez azért is idegesítő. Hogy hívták? Alexander Ödönnek hívták. Ja, igen, mondtad azt, és, maradsz, és, bocsánat. Egyébként azért, azért érdekes, de, bocsánat, azért idegesítőek ezek, mert a történész egyébként szeretné megismerni a múltat. Tehát, hogy engem tényleg érdekelne, hogy mi történt a táborokban. Szeretnék lehetőleg objektív visszaemlékezéseket olvasni erről. Tehát egyszerűen nem lehet úgy kinyitni egy ilyen pert, hogy ne bukkanjon rá folyamatosan az ember ilyen elképesztő hibákba, vagy szándékos torzításokba. Tehát bizonyos szinten frusztráló is, mert egyébként én szeretném megtudni, hogy mit csinált Weiss Vilmos, de hát aztán ilyenekkel kell foglalkoznom, hogy most melyik tanú beépített, hamis tanú, és melyik mond igazat. Tehát hogy sajnos azt a lehetőséget veszi el tőlünk, hogy, hogy, valóban megismerhessük a múltat. Na most ugye egyrészt én azt mondtam, néhány perccel ezelőtt, hogy, hogy gazemberek voltak. Ez az egyik megközelítés. A másik megközelítés, hogy egy koncentrációs táborban mindenki az életért küzdött. Tehát nem olyan egyszerű morális probléma volt, hogy én hazudok vagy, hogy én hazudok vagy sem, igazat mondok vagy sem, szeretem-e embertársamat vagy sem, konosz vagyok vagy sem, hanem ez egy olyan kocka volt, aminek az egyik lapjára a saját életem volt felírva. És ugye ez a nagy dilemma, hogy meddig mehet el az ember egy ilyen küzdelemben. Természetesen könnyű kimondani azt, és én ki is mondom, hogy egészen a tigelm, hát amíg a másik életét nem veszélyezteti. De hát én azt innen mondom a mikrofon mögül. De aki ott állt ebben a valós helyzetben, azért annak egy kicsit más volt a döntési helyzete. Igen, hát én alapvetően mindig próbálom észben tartani azt, hogy én, én 2023-ban vagyok, a kényelmes fotelemben, a kávén mellől olvasgatom ezeket a fénymásolatokat, dokumentumokat. Hát nekem nagyon könnyű ítélkezni, utólag megmondani, hogy mit kellett volna csinálni. Tehát ezek a személyek, ezek ott álltak, a saját életük, a saját szeretteiknek, a barátaiknak az élete forgott kockán, és hát ne legyen illúziónk, hát még a legkevéssé borzalmas tábor is egészen borzasztó hely volt. Ahol az emberek éheztek, nyomorogtak, fáztak, betegek voltak, folyamatosan uh, életveszélyben voltak, hiszen ezek ezek az embereknek az élete nem számított, bármikor ki lehetett őket végezni, ugyanez vonatkozott a kápokra is, ők is, bármikor félredobható, kivégezhető rabok voltak, uh, utasítások megszegéséért, borzasztó büntetések jártak. Tehát uh, itt az emberi mozgástér, a szabad akarat olyannyira leszűkült, hogy már, -már szinte nem is létezett. Uh, én azért is azt gondolom, hogy uh, hogy. Uh, ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, mert hát nyilván a tanúk, a túlélők, a vád tanúi csak is és kizárólag a szenvedéseik alapján ítélték meg, a saját szenvedéseik alapján ítélték meg a kápoknak a történetét. A kápoknak nehéz volt, kevés lehetőségük volt elmondani a saját álláspontjukat. Ráadásul a jegyzőkönyveket is ugye összefoglalva, összecsapva, lerövidítve, hát írták le a gyorsírók, sok esetben inkább azt tükrözte a kápoknak a vallomása, akár a nyomozati szakaszban, akár a népbíróságon, amit a jegyzőkönyvezető Érzett, vagy úgy érezte, hogy fontosnak tűnt, néha ugye a gondolatmenetek félbeszakadnak, néha csak egy-egy válaszból látjuk, hogy egyáltalán miről volt szó a tárgyaláson. Az egyetlen hely, ahol a kápuk igazából Leírhatták a saját álláspontjukat, azok a beadványok voltak, amiket általában az előzetesből írtak. Sokszor látszik, hogy ugye valószínűleg a jogászuk, az ügyvédük segített nekik megfogalmazni a szövegeket, de ez nem változtat azon, hogy ott legalább a saját szavaikkal terjedelmi korlát nélkül leírhatták azt, hogy hogyan látták a saját szerepüket. Ezekben voltak éppen szánalmas, pitiáner, ilyen, ilyen szomorú alakokként jelennek meg, akik ugye próbálnak érvelni azzal, hogy ő nekik milyen. Milyen, milyen, nyomás nehezedett rájuk, milyen nehéz helyzetben voltak, milyen nehéz morális dilemmákkal néztek szembe. Hát nyilván bizonyos esetekben ez jogos és indokolt, tehát azért voltak olyan kápók, mondjuk egy szobafelelős, egy takarító, egy szakács, akik hát nyilvánvalóan nem volt olyan hatalmas szerepkörük, hogy itt emberek élete felett rendelkeztek volna, és hát persze vannak, akik hát voltak éppen inkriminálják magukat, hát volt olyan kápó, aki szemrebbenés nélkül bevallotta, hogy nők tucatjait erőszakolta meg, ezzel voltak éppen nem látott problémát, azt írta, hogy ezek a nők erkölcstelenek voltak, következésképpen igazából nem is lehetett őket megerőszakolni. Hát nyilván egy ilyen beadvány nem vett jó fényt erre a kápóra, és hát egyértelmű, hogy ő valami fajta büntetést érdemelt. És ugye van még egy dolog, hogy ha itt valaki kollaborált, tehát mondjuk kápó lett, részt vett az elnyomásban, a gyötrelmek előidézésében, a kínzásokban, az továbbra is ott maradt a táborban, és ugyanúgy fogoly volt tulajdonképpen, mint az összes többi. Tehát nem a szabadságukért cserébe tették meg ezeket a lépéseket. Persze nem becsülöm le, hogy az életükért cserébe, de azért mégiscsak, <coughs> de azért mégiscsak más a viszonyítás, hogy oké, okay, azt mondtam, hogy bűnös, meg közreműködtem, meg megvertem, meg megerőszakoltam, de épp úgy fogoly maradtam. Igen, hát egyébként érdekes látni, ugye, hogy a, ugye a gestaponak egyébként voltak ügynökei, beszerveztek rabokat hát a nagyobb táborokban, és egyébként érdekesség, hogy ezeket az ügynököket inkább kevéssé engedték el, mint, mint másokat, mert hát ugye egyébként az első években még ki lehetett jutni bizonyos embereknek a koncentrációs táborokból. Volt, hogy elengedtek embereket, hogy ugye kellett írni egy kérelmet, be kellett bizonyítani, hogy a táborban eltöltött idő meggyőzte a rabot a nemzeti szocializmus eszméjének a helyes mi voltáról. Bocsánti közbehagok, erről nagyon keveset beszélünk, és keveset lehet tudni, hogy kezdetben volt ilyen lehetőség. Volt ilyen lehetőség, azért általában a zsidóknál nem éltek, nem engedték ezt meg, de hát azért több száz lengyelt, németet, csehet, hollandot volt, hogy elengedtek erről. Egyébként van egy jó tanulmány az Auschwitz Múzeum honlapján. Hát később aztán ez a lehetőség teljesen beszükült, ahogy ugye átálltak a tömeggyilkolás módszerére azok az emberek, akik ugye már látták a szelekciós procedúrát, hát őket nem szívesen engedték el, de hát így is voltak, akik egyébként megszöktek. És érdekeség, hogyha valaki ugye beszervezett a Gestapo, akkor valószínűleg azért sem engedték el, mert megbízható ügynöknek tartották, és szükségük volt ügynökökre. Tehát én nem vitatom azt egyébként, hogy ugye voltak gestapó ügynökök táborokban, voltak kegyetlen kápók, ez egyértelmű, ami ugye engem érdekelt, hogy azok az emberek, akiket éppen népbíróság elé állítottak, ők valóban elkövették-e azokat a bűncselekményeket, amikkel vádolták őket, és jobb tiszta volt-e az eljárás. Ugye ezzel, ez, ez az, amivel kapcsolatban nekem komoly kételjeim merültek fel. És mi a válasz? Az esetek többségében úgy látom, hogy, hogy felmerültek koncepciós motivumok, voltak éppen alig találtam olyan pert, ahol vagy jogsértés ne történt volna, vagy valamilyen személyes bosszú, vagy valamilyen koncepciós mozzanat ne került volna elő, és hát azt kell látni, hogy még azokban a perekben is, ahol egyébként ugye felmentették jogerősen a vádlottakat, hát ugye mondom, nem egy demokráciáról beszélünk ekkor Magyarországon, tehát ugye a, a vádiratot mindig megírták a lapok, az elsőfokú ítéletet is, ami általában elmarasztaló volt, meg megírták a lapok, és aztán másodfokon, amikor ugye a Népbíróságok Országos Tanácsa ítélkezett, ahol már jog jogvégzett, ugye szakbírók ítélkeztek, nem politikai, küldöttek, ugye sokkal nagyobb arányban mentették fel a vádlottakat, és aztán a felmentő ítéletet általában már nem írták meg az újságok. Tehát ez azt eredményezte, és hát ez ugye nem az a korszak volt Magyarországon, amikor egyszerűen a sajtóhelyreigazítási pereket lehetett kezdeményezni a szabad néppel szemben, hát ez nem így működött. Tehát az emberekről megírták, kijelentő módban, hogy tömeggyilkosok, sorozatok, nem, nem ilyen erőszakolók, borzasztó bűncselekményeket követtek el a raptársaikkal szemben, és aztán még ha fel is mentették őket, hát akkor így kellett elhelyezkedni valahogy az országban utána. Tehát nem is véletlen, hogy több kápó is kivándorolt, például Izraelbe a háború után, és hát akik itt maradtak, ugye náluk is előfordult a dokumentumok között, még az 50-es évek végén, 60-as években is, vagy megtagadták az útlevélkérelmüket, vagy, vagy a munkahelyükön megneszelték, hogy valami van a fülük mögött bekérték a peranyagot, a peranyagot, a periratokat, áttanulmányozták. Tehát hiába mentettek fel valam, valakit, ugye a vádak, a megbélyegzés, és sokszor az egyébként az indokolatlan jogi következmények is ugye még tovább követték őket. Tehát ugye Utalni Kelly Tickovics Klárának az esetére, már mondtam ugye, hogy személytévesztés történt végül, ugye Perújra felvételi eljárásban ártatlannak találták, tehát egy egy effektíve büntetlen előéletű nő volt, és aztán később a 60 nem emlékszem, 60-as vagy 70-es években ugye az útlevél kérelmét megtagadták azzal, hogy háborús bűnös. És akkor a rendőrségnek kellett elmagyaráznia, hogy első másodfokon elítélték, per a felvételi eljárásban felmentették, büntetlen előéletű, félreértés történt, és kéri az útlevelét. Az előbb a, azt mondtad, hogy kápók kivándoroltak Izraelbe. Ez egy abszurd mondat. Igen, ugye több ilyen személy is volt. Hát ugye lehet itt például utalni a bajai révész Bélának, az, azt hiszem, hogy révész Béla volt a neve, vagy Emil az esetére. Emil. Én úgy emlékszem. Igen, lehet, hogy, ré, hogy Révész Emil volt, most már kicsit már összefolynak a nevek. Tehát ugye volt itt egy, egy bajai kápó, akivel szemben megindult az eljárás, aztán felmentették, és akkor utána a népügyészség szerette volna újra felvetetni a pert, és, és újra elindítani vele szemben az eljárást. Ugye a Révész úgy ér, érvelt helyesen, hogy ugye az ítélet óta már eltelt két év, tehát a értelmében ugye nem lehet már újra megindítani vele szemben ugyanazzal a váddal az eljárást de hát nyilván úgy érezte, hogy, hogy jobb, hogyha nem marad az országban, úgyhogy akkor még ugye lehetett távozni, és ő is a lehetőséggel. Na most mi volt a motiváció? elég Elége csupán a túlélés ösztöne, hogy valaki ilyen szituációba szerepet vállaljon, vagy, vagy kellett -e ez még valami, mert hiszen a túlélés ösztöne az benne van az emberben, háborús szituációkban, erőszakos szituációkban, sorolhatjuk ezt így tovább. De azért az, hogy valaki zsidó létére egy koncentrációs táborban a zsidó honfitársaival szemben ilyen szerepet vállaljon, az azért eléggé, hát mondjuk így vérfagyasztó dolog. És ugye beszéltünk arról, hogy mi motiválhatta őket, de azzal is kellett, hogy számoljanak, vagy nem tudom, számoltak-e, hogy ez egyszer véget ér, ez az egész borzalom. És akkor ők, ők, ővelük mi lesz, meg hogy lesz? Vajon van-e arra valami jel, hogy ezzel ők számot vetettek? Hát ezzel így önmagában nem hiszem, hogy, hogy találkoznánk ilyen forrással. Hát mondom, a, káp, a, tehát a táborokból nagyon kevés ugye, írásos dokumentum maradt fel itt lényegében az összes per szinte teljesen ugye, visszaemlékezésekre épül, amelyek hát, szükségszerűen szubjektív források. Ilyen értelemben ugye hát nagyon más egy kápóper, mint mondjuk egy magyar közigazgatási szereplővel szembeni, vagy egy politikussal, vagy egy újságíróval szembeni per, mert az utóbbi esetekben nyilván vannak bizonyos primér egykorú iratok. És egy kápó tevékenységéről nem vettek fel jegyzőkönyvet, vagy ha hogyha, hogyha esetleg volt is valami irat, nem biztos, hogy az megmaradt, vagy hazahozták a táborból. Arról Ad... nem írt a szabad nép. Hát alig alig, <laughs> alig találtam ugye olyan, olyan, anyagot, ami tényleg egykorú és a, és a táborokból ö, ö, található. Hát ugye ez a kérdés ez felmerült, hogy volt ezek bűnöző alkatú emberek voltak-e? Tehát, hogy itt volt-e valami fajta Hát nem is tudom, utána hát a predestináció itt rossz szó. Tehát, hogy itt volt-e volt itt valami, valami ilyen előzetes dolog, ami arra ítélte őket, abba az irányba tolta őket, akár egy ilyen jellemvonás, vagy karakterdefekt, ami abba az irányba tolta volna őket, hogy kegyetlen kápók legyenek. ilyen végzetszerű dolog. Igen, voltak, ilyenben. akik azt mondták, hogy ugye már gyerekkoruk óta ismerik a kápót, és mindig is romlott, mindig is erőszakos volt, már az iskolában is verekedett. Tehát ezek, ezek annyira, annyira megfoghatatlan, szubjektív dolgok, hogy én nem, én nem szeretnék itt ilyen pszichológus lenni, és azt mondani, hogy valaki azért lett kápó, mert már az iskolában is verekedett. Nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy biztos vannak olyan körülmények, amik egy hétköznapi emberből is hát, borzasztó döntéseket hoznak elő. És mekkora volt az a létszáma? Tehát egy hány kápó, vagy, vagy, milyen arányban voltak kápók, és hát nem csak kápók, hanem egyéb más, mondjuk így, hogy személyzet, akik a, Akiket a foglyok közül válogattak ki. Igen, hát ugye ez tábora válogatta, hogy hányan voltak a kápók, hát volt olyan tábor, ahol több százan voltak, volt, ahol mindössze néhány kápó volt. Nyilván hát itt ugye az egyik fő kérdés az az, hogy, hogy sikerült-e egyáltalán azokat az embereket megtalálni, akik ténylegesen felelősek voltak. Sokszor egyszerűen az a benyomása az embereknek, az embernek, az kutatónak, hogy túlélők felismertek egy kápót az utcán, rögtön feljelentést tettek, vagy ott helybe bekísérték a rendőrségre, egyszerűen azért, mert őt sikerült elkapni. Ha már ott volt, akkor az ő nyakába próbáltak varni minden olyan borzadájt és bűncselekményt és halálozást, ami, ami megtörtént a táborban, mert végre találtak egy felelőst, akit elő lehetett venni. Lehet, hogy voltak rosszabbak, de hát ők nem biztos, hogy túlélték, nem biztos, hogy ott voltak, nem is biztos, hogy magyarok voltak, lehet, hogy éppen Lengyelországban vagy Izraelben voltak valahol. Tehát arra kellett, úgy érezték, hogy arra kell rávallani ezeket a borzasztó tetteket, akit éppen el tudtak érni, hozzá kell tenni, hogy ez nem csak a kápópereket jellemzi, hát ugyanez megjelenik a csendőrökkel, keretlegényekkel, rendőrökkel, szembeni perekben, hogy azokra az emberekre zúdulnak a vádok, zúdulnak, zúdul a zúdura harag, aki éppen elérhető. Na most ezek a kápóperek, amikről most beszélünk, ezek Magyarországon zajlottak le. Hasonló perek voltak-e más országokban is? Persze, tehát voltak ugye a különböző megszállási zónákban, nagyon izgalmas fotók vannak fenn, például a Washingtoni Holocaust Múzeum honlapján az ilyen különböző amerikai hadbíróságokról, különböző német táborokban itt lehet látni, hogy ott kint állnak a kápók, a vádlottak, és, és vallomást tesznek, vagy hallgatják a pereket. Magyarországról is ugye maradt egy-két fotó kápó benne is van egy az egyik könyvemben, ugye ennek a Klein Mordnének a pere, ami a borítón is itt rajta van de tehát ugye más, más peperekről is egyébként ugye maradt fotodokumentáció külföldről, ugye ezek nagyon fontosak. Izraelből is vannak ugye kápóperek, Lengyelországban is voltak, Romániában is voltak kápóperek, egyébként magyar kápónak is volt romániai pere, ugye én megszereztem a peranyagot, lefordítottam egy román hölgyel, és ezt fel is dolgoztam egyfajta ilyen kitérőként, hogy egy külföldi pert is bemutassak. Ugye ebben a könyvben benne van ennek a Lax Hermannak a, a, vagy Henriknek a pere. Az izraeli perekről mondom, Dán Porát történésznek van egy könyve, a Keserű számvetés, ami most már magyar nyelven is olvasható. Hát Izraelben is megvoltak bizonyos politikai implikációi ennek, hát ugye a, a, a frissen létrejött cionista zsidó államban nem szívesen szeretne, hallgatták a kápok történeteit, ugye szembeállították őket a bátor izraeli katonákkal, tehát azt mondták, hogy még mondjuk 44-ben ez a katona az arabok ellen harcolt, és hát akkor még nyilván brit kötelékben, de hogy még ő a zsidókat védte, addig itt van ez a csúnya, gonosz, hórihorgas, görbnyet hátú kápó, aki meg a nácikat szolgált, aki a táborokban, tehát itt is volt egyfajta ilyen kulturális feszültség, felhasználták a kápokat arra, hogy bizonyítsák, hogy milyen romlottak voltak a zsidók a diaszporában, bezzeg ugye az izraeli zsidók, azok milyen kiválóak. De azért mégis azt kell mondanom, hogy itt azért relatíve független büntetőbíróságok előtt kellett felelniük a tetteikért, tehát én, a, én az izraeli perekről szóló könyvben nem olvastam sem beépített tanukról, sem arról, hogy megvertek volna embereket az előzetesben, hogy megkinoztak volna vádlottakat, nem olvastam ilyen súlyos jogsértésekről. Hát durva sajtóhadjáratokról ott is olvastam, de hát ott azért a jelek szerint, hogy is mondjam, inkább a, a személyes érintettség okán írták ezt egyes újságírók, és nem azért, mert felülről utasítást kaptak. Most volt egy mondatod, hogy nem akarsz pszichológizálni. Én mégiscsak azon gondolkodtam közben, hogy azért itt két olyan korszak van, egyik ugye a vészkorszak, de akár mondhatjuk általában a világháború korszakának, mert ugye azon belül foglal lesz helyet. Meg utána a kommunista terror időszakát is ugye Megnézhetjük, hogy megvizsgálhatjuk. Tehát két olyan korszak volt az emberiség történetében, újkori történetében egymás után, amelyik az emberi méltóságot, a jogot, a tisztességet mind-mind félretolta, kukába dobta. Hogy vajon a kettőnek van-e valami köze egymáshoz már, ha már ugye? ha már nem pszichológizálunk. Hát lehet-e ezt vizsgálni, vagy vizsgálta-e valaki? Hát persze, hát ugye, hogy másra ne utaljak, hát Hannah ugye a totalitarizmus elmélete, hát ugye arra utal, hogy minden ilyen modern, totális diktatúra, hát bizonyos értelemben hát, szellemileg, politika, filozófiailag ugye egy törről fakad, hát én nem vagyok Hannah Arendt kutatója, tehát biztos van, aki más, avatottabb személybe tudja mutatni az ő gondolkodását. Tehát nyilván egy közös vonás a kettőben, hogy mind a kettő diktatúra ugye totális, tehát teljesen irányítani akarta az embert, nem ismert lelkiismereti szabadságot, vallás szabadságot, család hát az életszentségét sem volt hajlandó felismerni, tehát ezek, ezek a, 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 az, az élet, a lét teljes egészét irányítani akaró, hát ezért totális. Diktatúrák voltak, és hát épp azért érdekesek szerintem a Kápóperek, mert ezek a két diktatúrának úgymond hogy a határmesdjéjét mozognak. Ezek az emberek alig, hogy kikerültek a náci diktatúrának a borzalmaiból, már hirtelen át is kerültek a kommunista diktatúrának az uh, gépezetébe. Uh, alig, hogy uh, Csúnya szóval vagy idézőjelben élvezhették a gestapónak a, a vendégszeretetét, utána már be is mutatkozott nekik Péter Gáboréknak a társasága és az ő vendégszeretetük. Egyébként erre utalnak is sokszor a beadványaikban, hogy miután megverték őket a, a nyilasok és a nácik, miután a német gumibotokat el kellett tűrniük a hátukon, utána megkapták a kommunisták gumibotjait. Na most van itt még egy kényes szegmense dolognak, ha már ezt a két korszakot állítottuk párhuzamba, hogy azért az AVH-ban túl reprezentált volt a zsidók aránya. Persze nekik nem volt zsidó öntudatuk, azért azt most el kell mondani, de mégiscsak így egyszerűen mondhatjuk. Persze, ha az ember beszél egy román történésszel, akkor meghapatja azt is, hogy a Szekuban meg túl reprezentált volt a magyarok aránya, és sajnos, már mint Erdélyben, sajnos ez is igaz. Tehát azért ez mennyiben bonyolítja a dolgokat. Ugye nagyon nehéz megállapítani, hogy valakinek mi a származása önmagában nem is biztos, hogy releváns. Én azért kezdtem el ebben a könyvben ugye mindig megpróbálni megnézni, hogy az adott népíró népügyész, nyomozó, újságíró, aki az ügyről ír honnan is jön, mert hát ugye többször nem csak, hogy holokauszt túlélők voltak, de hát azoknak a táboroknak voltak a túlélői, ahonnan a kápo is jött. Tehát ezekben az esetekben ö, muszáj feltárni a hátteret a személyes elfogultságoknak az, eset, az, esetleges felderítésére. Tehát egy másik példát is mondhatok, hát azért ö, ugye ö, nem, nem úszkáltak a jogvégzett emberekben, vagy úszkáltak a jogvégzett emberekben Magyarországon a második világháború után, ö, és ö, sokszor ugye az előző úgymond rendszerből, rendszerekből kellett átemelni ember akár ügyészeket, akár bírókat. És a csossz... Major hát majorákos, hogy más példát nem mondjak, de hát több egyéb példát is lehetne találni, olyan bírókról, akik hát nem csak hogy a sztója ide, akár még a szállási időszakot is végigcsinálták. És hát ugye ezen is érdemes elgondolkodni, hogy egy ilyen bíró vagy ügyész természetesen zsarolható. Hát pontosan tudja, hogy a holnap akár őt is lecsukhatják, és vele szemben is eljárás indulhat. Életet hát... életére. Így van, és hát ugye sokszor egyébként ezt írták le, például a Varga László ügyvéd is ugye leírja az emigrációban megjelent emlékiratában, hogy sokszor ugye a pont azok a bírók, pont azok a ügy ügyészek voltak a legvéreskezűbbek, a legszigorúbbak, a leginkább túlteljesítők, akiket a korábbi rendszerekből örököltek meg, akik hát ugye már csak a zsidó törvények miatt sem lehettek egyébként zsidók, tehát nyilvánvalóan nem zsidó származású emberek, egyenesen akár sokszor korábban ugye a saját jobboldali keresztény világnézetüket felhangon hangoztatták, aztán hirtelen belőlük lettek néha a legnagyobb kommunisták, sokszor egyébként én is azzal találkoztam, hogy, hogy mondjuk egy zsidó származású népíró hogy felmentette a vádlottat, máshol pedig ugye egy az múlt rendszerből megerökölt népíró pedig hát a legkirívóan igazságtalanabb ítéleteket írta alá. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, nem lehet leegyszerűsíteni arra, hogy kinek mi a származása, de nyilván nem is teljesen mindegy. Most van nekem egy Facebook oldalam, és ott én időnként, nagyon vegyes oldal, de időnként még nem is mondhatom, hogy belegabajodok történelmi vagy politikai vitákba, hanem azt is mondhatom, ha mélyen magamban nézek, hogy provokálom is. Érdekel. És nem régiben is volt egy hasonló zsidó témájú dolog, ami még mindig vagyunk be elég kényes ügy, és ott egyik volt kollégám, egy nagyon tisztességes, rendes ember, zsidó ember, azért merem mondani, mert ezt ő maga mondja, írt visszaemlékezéseket, hát hogy nem nagy ívűeket, hanem hozzászólásában. És még mindig iszonyú erővel szakadnak fel a borzalmak, és szakadnak fel a rossz, emléke, rossz emléke nagyon egynyelki fejezés rettenetes emlékek. Egy ilyen Facebook oldalon, egy Facebook bejegyzésben, és mintha nem telt volna el azóta, mit tudom én, hány év, mennyi, jóc van, nem is tudom, mennyi, hogy ha most ilyen erővel szakadnak fel ezek a dolgok, akkor hogy lehetett akkor közvetlenül, amikor még véreztek a sebek elfogulatlanul ítélkezni? Hát ez nyilván nagyon nehéz. Tehát sokszor egyébként találkozik az ember azzal, hogy első fokon mondjuk egy tanú terhelő, súlyosan terhelő valomást tesz, és akkor néhány évvel később, amikor eljutnak a másodfokú eljárásba, vagy a felújrafelvételi szakaszba, akkor ugyanaz a tanú már azt mondja a hogy hát igen, hát akkor még nagyon dühös voltam, nagyon elítélő voltam, azóta már kicsit megnyugodtam, eltelt néhány év most már nem tennék ilyen vallomást, tehát ilyen... Hát ilyen, kösz. Hát, erre azt hát lehet mondani. Hát most ezen hát a történész nem ironizál lehetőleg egy ilyen ügyben, de hát igen, hát valóban erre azt lehet mondani, hogy, hogy hát... Ne, talán korábban is eszébe juthatott volna, de hát itt lehetne idézni ugye Léva ilyen őt is, aki hát ugye egy újságíró volt, később ugye a Magyar Holokauszt egyik első nagy kutatója, és hát ugye ő mondta azt az egyik zsidó tanácssal kapcsolatos perben, ugye meghívták őt történész szakértőnek, és azt mondta, hogy hát ugye ma már nem mondaná azt, amit 45-46-ban mondott, mert hát kik voltak akkor a forrásai, azok a túlélők, akik egy-két éve vagy egy néhány hónapja jöttek fel a pincékből, a rejtek éheztek, fáztak, dühösek voltak, és hát ez tág teret adott a mindenfajta gyanúsítgatásnak és, és vádaskodásnak. Tehát azokat a dolgokat, amiket leírt, azok a dolgok, amik elhangzottak közvetlenül a felszabadulás után, ezt néhány évtizeddel később már ő sem úgy látta. Itt a beszélgetés végén nem lehet megkerülni azt a kérdést, nem is akarom, hogy ez a könyv, amit te megírtál, ez milyen visszhangot váltott ki? Tehát milyen érzelmi visszhangot most, hogy a történészek mit mondanak róla, az sem érdektelen, sőt, hát a maga szempontjából az is, vagy talán az a legfontosabb. De én, aki egy egyszerű újságíró vagyok, és engem nem köt az ilyen, mondjuk így szakmai fegyelem, a másik az igen, az újságírói szakmai fegyelem, de történészi fegyelem nem köt, ezért kíváncsi vagyok rá, hogy milyen, milyen visszhangja volt ennek. Hát engem természetesen legjobban az olvasók visszajelzése érdekel, az, azt gondolom, hogy a történész bizonyos értelemben író is, és az író az olvasókért ír, értük, hát ez talán túlzás, hogy értük él, de hát azért mégis ez szakmai értelemben, ez, ez mozgatja, ez, ez pesdíti fel, ez adja az erőt, hogy az ember tovább kutasson, tovább írjon, tehát számomra ez a legfontosabb. Az olvasói visszajelzések nagyon pozitívak, t -t ugye hát nem mint hogyha font számítana, vagy, vagy hogy ez, ez, kiemel dolog lenne, de hát ugye sokszor a zsidó közösségből is ugye megkeresnek támogató olvasói leveleket, üzeneteket kapok, holokauszt túlélők is ugye gratulálnak, olvassák, tehát ez nagyon jól esik nyilván hitközségi berkekből, is, egyébként irányzattól függetlenül, tehát mindegy, hogy neológ vagy ortodox, tehát ugye pozitív visszajelzéseket kapok, ez nyilván nagyon jól esik, de hát én nyilván nem nézegetem, csak erre próbáltam utalni, hogy nem nézegetem én az olvasó származását, mindenkinek nagyon örülök, nagyon örülök, hogy bármilyen vallású hátterű olvasók támogatnak, oda jönnek most a könyv héten sokan jöttek, dedikáltattak, gratuláltak, minden életkorból, fiatalok, idősek, S ez nagyon jó esett, tehát a visszajelzések azok, azok lényegében teljesen pozitívak. Hát majd biztos lesznek olyan történészek, akik ö, ők is beleássák magukat a kápóperekbe, és hogyha ez megtörtént, akkor majd biztos ők is elmondják a véleményüket az ügyben. Ö, majd kíváncsi leszek, hogy mit gondolnak a könyvről. A könyv címe Kápók a múlt fogságában. Hogyha itt kekeckedni akarnék, nem akarok egyébként, de érdekesnek tartom a dolgot mondjuk egy ilyen könyvet megjelentetni, aminek az a címe, hogy történészek a múlt fogságában. Tehát, tehát mennyire tudsz te objektív lenni, mennyire tudsz elszakadni az előző ítéletektől, az előző történésektől. Tehát van-e Veszprémi László Bernát történésznek egy saját arculata, egy saját elképzelése ezekről az ügyekről. Én igyekszem minél, minél objektívebb lenni, én azt gondolom, hogy a történész akkor értékes a munkája, hogyha nem hallgatja el azokat az érdekes dokumentumokat, amiket talál. Én biztos csinálhattam volna azt, hogy belenyúltam a népírósági anyagba, kivettem egy káposzpert, leporolom, megnézem, hát azt mondom, hogy fú, hát ez milyen kínos, milyen kellemetlen, is visszarakom oda, ahol, ahol találtam, de hát ennek mi értelme? Hát akkor miért van történész diplomája az embernek az ilyenektől meg ijed? Én azt gondolom, hogy ezeket kell feldolgozni. Tehát a címről pedig, hát ugye én szeretem volna egyszerűen csak azt a címet adni neki, hogy a múlt fogságában. Tehát akkor ugye jött ez a visszajelzés, nyilván még az átnézési szakaszban, és hát ez jogos, hogy hát sok magyar ember valószínűleg nem tudja, mi az a kápó. Tehát azért annyira nagyon ö, nem közkeletű, vagy, vagy közismert ez a dolog. Noha egyébként idén egyébként érettségi volt történelem. Témában választható volt ugye Auschwitz és a Kápó fogalma, de hogy azt gondolom, hogy ha egyszerűen csak annyi lett volna az alcímben, hogy Kápó bíróság előtt, ez valószínűleg nem mondott volna eleget. Következésképpen az alcímbe kellett a magyarázat, és hát így bele kellett tenni a főcímbe a Kápó szót. Hát ha az lett volna a címe, vagy a múlt fogságában az olyan lett volna, mindegy 18. századi romantikus regénynek a címe. Tehát uh, én így utólag is támogatom ezt Köszönöm. a címváltoztatást, mert azért ez egzaktabbá teszi. Igen, én megbékéltem vele. Ha jól van akkor mi lesz a következő könyv, amiről majd beszélgetni fogunk? Hát most egy picit, picit lazítok, ugye most megjelent a hetedik könyvem, ugye most még nemrég nem megjelent ugye egy forráskiadás is a második királypucsról, úgyhogy én most úgy érzem, hogy így 29 évesen talán, talán elég könyvem jelent meg egyelőre, most a, egyrészt a PHD-mre koncentrálok, másrészt hát ugye nagyon örömteli dolog, ugye, hogy most már két gyermekem van, ugye most van egy három, éves, mindjárt három éves kislányom, fél éves, a, majdnem a kisfiam, Hát otthon is elég feladat vár rám. Ö, azt gondolom, hogy most a közeljövőben nem tervezek könyvet írni, de hát egyszer majd biztos, biztos jön egy újabb téma, amit fel kell dolgozni. Hát azt kívánom, hogy süssön a nap fölöttet, fölöttetek. Köszönöm. És majd egyébként úgy megütötte a fülemet ez a PhD, majd erről még beszélgettünk, de most ezt a emelkedett zárszót azt nem szeretném egy ilyen dologgal csorbítani. Kedves hallgatóink! Veszprémi László Bernát történész volt a Farkas Ferem vendége, Kápóka múlt fogságában, náci koncentrációs táborok, magyar zsidó funkcionáriusai a népbíróság előtt. Ez volt a könyvének a címe és a tartalma, és erről beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Berénesi Csabát hallották.